Én hallak. Mi hajad rendben? Jó. Na, sziasztok, leszeljék, és még mindig a Mozaik Online nézitek, mint ahogy azt előbb Nagy Adrinál is már elmondtam, és te mellettem Radics Gigi. Gigikém, hát hogy tetszett a Zoya divat bemutatója? De rafinált vagy, úristen! Hát kicsit elkéstem, bocsánat, de itt vagyok azért. Kicsit? Hát a végére érkeztem meg konkrétan, de... Az a 60 percen. Jó, de én voltam ma más helyen is, úgyhogy ezért. Mi is? Forgatás volt. Nekünk is. Jó, de jó. Én időhöz vagyok kötve, nem úgy, mint ő. Na hát figyelj, nagyjából olyan ruhákat, bár én nem nagyon értek ehhez, olyan ruhákat láttunk, Nagy Adrin is, amilyen talpig estéi volt. Te ezeket powerizálnád mondjuk nyáron a 40 fokban? Attól függ, hogy milyen anyagból van. Tehát, hogyha ilyen nagyon könnyed anyagból van, és ez a muszlin, akkor esetleg még favorizálnám is. De hogyha az a vastag anyag, akkor kevésbé, mert ugye nyáron azért ez mégiscsak kényelmetlen. Muszlin? Most a ruhákról beszélünk. De van muszlin ruha is. Hát a férfiak nem tudhatják ezt, úgyhogy... Na figyelj, beszélünk egy igen más témáról. Hamarosan, ugye most ismét üstökösök fognak leszállni az égből, és akár téged is eltalálhatnak. Mivel készülsz a Viva Kometre? Fú, hát nagyon készülünk most már, és hát most elhatároztam magamban, hogy le kell adnom 5 kilót még. Igen. Honnan? Mindenhonnan. Fülből. Mert kicsit dögösebbre vesszük a figurát, ezért, tehát lehet, hogy... Bocsánat, egyszer egy énekesnő azt nyilatkozta, hogy 15 kilót leadott. Én megkérdeztem, hogy a tokájából, mert egyébként nem láttuk. Tehát te honnan akarsz te leadni? Nem, hát én mindenhonnan, tehát... De az az értelmes feje. Tehát mindenhonnan kéne egy picit még. Tehát én nem is rosszul mondom, nem fogyni szeretnék, hanem erősíteni. Tehát az ilyen nagymama karokat eltüntetni például. Zumbázol még? Zumbázom is, meg... Kemény popcsi nem a zumbától, hanem a googolástól lesz. Is. De a zumbától is. Egyébként egyszer eljöhetnétek, mert ez egy nagyon-nagyon jó edzés, tényleg, és maximálisan formál mindent. Tényleg, már hívtál is minket. Szóval ott tartottunk, hogy dögös akarsz nagyon lenni. Hát a stylist, még dögösebb. A stylistom mondta, hogy most egy picit szexisebbre veszünk a figurát. Nem nagyon-nagyon-nagyon szexire, hanem egy picit. Na most nem tudom, hogy akkor ez ilyen barkóba-e, de hogy milyen dallal készülsz, azt ki lehet találni, vagy azt még annyira nem? Ki lehet találni, de nem mondom el. Tehát akkor máshogy fogalmazok, elvárás, hogy azt a dalt kérik tőled számon a Viva Comet színpadán, amivel mondjuk az Eurovízión indultál volna, vagy pedig itt lehetőség van egy új dal bemutatására, tehát úgy fog fájni, vagy valami más lesz. Itt van lehetőség egy új dal bemutatására, de most nem lesz. Nekem ebben az esetben nem lesz. Egy medley lesz, egy mix, amire fogunk táncolni is, tehát most készülök egy kis egy-két meglepetéssel, hát remélem mindenkinek tetszeni fog. Csak néhány gondolatban így végezetül a jelöltekről, azért nagyon széles a skála. Mit gondolsz, ugye ott van Hien is többek közt, akinek a koncertjét annak idején együtt néztük végig? Igen, én imádom a Hient egyszerűen, és nagyon szeretem a dalát is, amivel jelölték, azt hiszem a No More. Imádom azt a dalt, és tényleg mi nagyon jó barátok is vagyunk egyébként, ha nem tudnád, Laci. Nem, de tényleg én nagyon erősnek tartom ezt a mezőnyt, és hát majd meglátjuk, hogy ki nyer. Hát én minden verseny előtt így vagyok egyébként, majd meglátjuk, hogy mi lesz. Esetleg nem én leszek, azokon nem leszek csalódott, de nyilván azért elgondolom magam, hogy milyen lenne, hogyha én nyerném azt a gömböt. Van, akitől félsz? Mondjuk Jani Csákvetsza, vagy akárkit más sorolhatni? Hát azért nyilván mindenkitől tartok valamilyen szinten, mert nagyon jó énekesek és nagyon jó előadók, de hát ez egy, nem is tudom, hát végül is ez egy verseny, de én itt nem így fogom fel. Hát laza szimpátia szavazás, ugye pláne amióta a lájkolással lehet, vagy nem is tudom, valami ilyesmi van, most már nem SMS szavazás, mint régen. Gigi, hát hagyunk utadra menni, hogyha már késtél egy laza órát, gondolom van még biztos dolgot, hiszen elkésted az esti programokat. Köszönöm, sziasztok!